A járvány volt ismét az egyik kiemelt téma ma az országgyűlésben. A baloldali pártok több javaslatot is megfogalmaztak, és többnyire keveselték azt, amit a kormány eddig tett. A kabinet szerint a széthúzás helyett inkább az összefogásról kellene szólnia most a parlamenti munkának. Az első számú feladat a magyar emberek egészségének és életének megvédése. Magyarország több fronton harcol a világjárvány ellen, mondta napi rendelőtti felszólalásában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a legfontosabb front most is az egészségügy területe. Ezért engedjék meg, hogy ismételten, hiszen nem lehet elégszer, tisztelt elnök úr, innen köszönetet mondjunk az egészségügyben dolgozó orvosoknak, ápolóknak, valamint más kórházi és rendelőintézeti dolgozóknak azért az emberfeletti küzdelemért, amelyet az elmúlt héten is folytattak annak érdekében, hogy a világjárvány egészségügyi hatásait a minimumra tudjuk szorítani. Szijjártó Péter bejelentette, az elmúlt héten 21 repülővel és 3 kamionnal 22,5 millió maszk, 220 lélegeztetőgép és további tesztek is érkeztek még az országba. Tájékoztatom önöket arról is, hogy az elmúlt héten 50 ezer tesztet tudtunk Magyarországra szállítani, így 402.327-re nőtt az immár importált tesztek száma, még 2.952.000-re rendelkezünk szerződéssel. Semmit sem tudunk meg a valóban fontos kérdésekről. A DK képviselője a magyarországi halálozási mutatót nevezte túl magasnak. A Jobbik felszólalója azt sürgette, hogy legyen kötelező a közterületeken a maszkviselés. Az MSZP felszólalója béremeléseket követelt. Az LMP képviselője pedig egyebek mellett köszönetet mondott az eszközbeszerzésekben résztvevőknek. Nem tudjuk, hogy hova mennek ezek a maszkok. Karácsony Gergely pártársa, a Párbeszédes Szabó Tímea arról beszélt, hogy szerinte azt sem lehet tudni, hová kerülnek a beszerzett védőfelszerelések. Azt halljuk, hogy Kolozs megyében kaptak 21 ezer maszkot, Maros megyében 60 ezeret, Beregszászban, Csíkszeredában, Kovászna megyében, Zilakon, Horvátországban, Macedóniában. Tapsoljanak, csak hogy ezekben az országokban megvárom. Köszönöm, elnök úr, biztos méltányolja ezt. Nézzük ugye az órát, elnök úr. Kövér László házelnök kivárta a képviselők rendelkezésére álló 2 perces időkeretet, majd ennek lejártával visszavette a szót Szabó Tímától. Köszönöm, képviselőasszony, sajnos az ön által kiváltott viharos tetszésnyilvánítással nem tudtam mit kezdeni. Megdöbbentő ez az érzéketlenség. A fideszes Kósa Lajos megdöbbentő érzéketlenségnek minősítette, hogy Karácsony Gergely pártársa a határon túli magyar lakta területekre juttatott maszkot kéri számon a kormányon. A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára szomorúnak nevezte, hogy vannak pártok az ellenzék padsoraiban, amelyek megtagadnák a határon túlélő magyarok koronavírus járvány alatti segítését. Most van rá lehetőségünk, hogy segítő kezet nyújtsunk nekik. És meg is tesszük. Mégpedig azért, mert összetartozunk. És hogyha van itt parlamenti párt az ellenzék soraiban, amelyik ezt a segítséget meg akarja tőlük tagadni, akkor az szomorú. De ennél is több botrány. Szégyeljék magukat.